池上彰と増田ゆりやの YouTube 学園。増田ゆりやのオタクシリーズエリザベートの第9弾を今日はご紹介したいと思います。はいはい、で今日はですね、ヘレンドとい こう食器のブランドがあるんですね。あのハンガリーを代表するブランドなんですが、こちらはあのエリザベートが、まあ、ちょうどそのハンガリーとオーストリアが一緒になった時ですね、はい、この時から縁が深まるというそういうブランドなんです。でそこにあの今までどういう経緯でこのブランドがこう成長してきたかとか、どういうものを作ってきたか、またエリザベートとどんな深い関係が、はい、王室や皇室とどんな関係があったかのかということをお聞きしてきました。私もいろいろ作らせてもらった、そんなシーンもちょっとご覧いただきたいと思います。Nice to meet you too. My name is Akira Shuman. My name is Mazda Yuria. Thank you so much. A Helendi portszámmanufaktorát közel 200 évvel ezelőtt, 1826-ban alapították itt Helenden. Alapítását valószínűleg a fának köszönheti, ugyanis a Balaton és a Bakony-hegység találkozásánál, ahol Helend is létrejött, nagyon sok fát találunk, és ennek ott van jelentősége, hogy a porcelán készítéshez nagyon sok égetésre van szükség, és a 19. században a porcelán égetéshez fát használtak, amelyet a környékről tudtak kitermelni. Tehát a porcelán égetéshez szükséges fa okán jött létre Helend itt Helenden. És itt jutunk el először 1851-ben a londoni világkiállításhoz, amikor egy gyönyörű készletet rendelt a Windsori kastélya számára Victoria királynő, és mind a mai napig ezt a készletet, ezt a mintát Victoria mintának nevezzük. Ez volt az első nemzetközi bemutatkozás 1851-ben Londonban. Majd következett a 1848-as magyar szabadságharcot követően egy történelmi mérföldkő 1860 évben, amikor a Habsburg Birodalom és Magyarország történelmi kiegyezést kötött egymással. Majd itt jutunk el ehhez a gyönyörű díszkulacshoz, ugyanis 1867-ben a magyar kiegyezés tiszteletére Fischer Mohr elkészítette ezt a monumentális herendi műalkotást, és ezt Ferenc József császárnak ajándékozta. Ez volt az első alkalom, hogy a Habsburg császári család herendi porcelánnal találkozhatott. Ez egy különleges technikával készült dupla falu dísz műalkotás, díszkulacs. Elől egy áttörés van, majd az áttörésen belül van maga az a porcelán test kialakítva, amelyet meg is lehetett borral tölteni. Ezt az áttöréses technikát mind a mai napig Herend használja, és Herend egyik jellegzetes kézműves porcelán készítési technikája. A korabeli feljegyzések szerint ezt a kulacsot nagyon jó minőségű magyar borral, tokai aszóval töltötték meg, és úgy került ajándékként átadásra Ferenc József császár számára. A díszkulacson távol-keleti motívumok jelennek meg díszítelmként, a közepén pedig egy magyar romantikát mutató tájkép. Valószínűleg Bécsben úgy képzelték el, hogy a magyar vidék az egy ilyen tájképpel írható le. Az ajándékozás követően egy nagyon élénk kapcsolat alakult ki a Habsburg Birodalom, Ferenc József császár és a Herendi Porcelán Manufaktúra között, amelynek a következő állomása 1871 volt, amikor egy gödöllői készletet rendelt az udvar a gödöllői kastély számára, tehát következett egy nagy császári megrendelés, a híres későbbi gödöllő minta, amely a gödöllői kastélyban került elhelyezésre. Érdemes ennek a gödöllő mintának a részletgazdagságára odafigyelni. Látható, hogy még a csészéknek a fülén is figurális ornamentika jelenik meg, ez mind jellemző a gödöllő mintára.
A korabeli feljegyzések szerint Ferenc József császár rendkívül szerette Erzsébetet, Sziszit, és nagyon nehezen érte meg Sziszitől való távol töltött időszakot. Amikor hosszabb távol létei után újra találkozott feleségével, Sziszivel, rendszeresen ajándékot vitt neki, és nagyon gyakran ezen ajándékok között herendi porcelán is megjelent, és ez mindig az úgynevezett gödöllői, távol-keleti gödöllői mintával kedveskedett feleségének. És ebből következően egy nagyon szoros érzelmi kapcsolat alakult ki a herendi porcelán és Sziszi között. Nagyon megszerette a herendi porcelánt, és rajongott a herendi porcelánért, amelyeket közvetlen az ő lakókörnyezetében, a gödöllői kastélyban helyezett el. 72-ben a herendi porcelán manufaktúra császári és királyi udvari beszállítói címet kapott Ferenc József császártól, amely ennek a manufaktúrának a rangját és világtekintélyét tovább növelte, és ezek után már automatikusan mindenféle külön engedélyek nélkül herend szállíthatott herendi porcelánt a bécsi császári udvar számára. 1873-ban a herendi porcelán manufaktúra bemutatkozott a bécsi világkiállításon, ahol egy aranyérmet is nyert, folyamatosan herend kapott császári megrendeléseket, és nem egyszer Ferenc József császár az ő saját külpolitikai ajándékozási listájára is felvette a herendi porcelánt, számtalan alkalommal a hozzáérkezett külföldi delegációk vezetői számára herendi porcelánt ajándékozott a találkozás emlékére Ferenc József császár. Úgyhogy kezdődött ez a herend császári kapcsolat ezzel a diszkulacsal, amely utána Sziszi, Erzsébet és a herendi manufaktúra kölcsönös szimpátiájába, szerelmébe csapott át. Nem említettem, de számunkra teljesen természetes, hogy herend ez a kézműves porcelán készítésnek a fellegvára. Szigorúan kézműves technológiával állítottuk akkor is elő a porcelánokat, és mind a mai napig. Úgyhogy ezeknek a készleteknek az értékét és a herendi porcelánnak az értékét növeli, hogy mind a mai napig kézműves technológiával készülnek. すごいこう歴史を感じさせるんだけど、増田さん絵付けしてましたね。どうだった？あれね、本当に簡単にやってるように見えるんですけれども、色を実際にこう乗せる、水で溶いたような形になってますけれども、あれがこう色が乗らないんですね。はい、いくらやっても、だからちょうどいい濃さにして、それで一つ一つ乗せて、それで例えばですけどこういう均一な色。に見せるっていう、このちっちゃいのありますね、こういうの、これ書いてたシーンがあったと思うんですけれども、このね、なんか矢みたいなというか羽みたいなこのモチーフも一つのその決まった型といいますか柄になってるんですが、これも全部手作業でやってるんですね。えらい時間かかるよね。はい、それでお仕事なさっていた女性たちも40年50年もあちらで仕事をしていて、もうヘレンドを愛してやまないという、そうだろうね、もう楽しくてしょうがないそうなんですね。で、例えばですけど池上さんの方にあるこれ、中にも出てきたと思うんですが、こう簡単にこう紐みたいなのを作ってこうサッサッサッサーなんてやってましたけれども、粘土がこれになるんです。これいや手触りが良くてもうすごい滑らかで、これ磁器なのって感じがするんだけど。そうなんです。だからここのね、縁のところこう編んだようになってますでしょ。なってます、なってます。だからそういうのも全部ね、そのまあ型の上にこう置いてやってましたけれども、均一に手作業でやるっていうのは人たちの技術なんですよね。本当に編み目のようになってるし、それからここもだから色をこう乗せていくってことをしてる。そうなんです。で、いろいろなね、その絵の型っていうのがあるんですよね。例えばビクトリア女王が愛したっていうような柄がありましたけれども、ああいうものも今も全て残っていて、で製品としても売ってるものもありますし、それから私がね、今回ちょっとご紹介してないんですけれども、それを使ってコンピューターで自分でね、お皿のデザインをするなんていう、そういう博物館にはそんなコーナーもあって。
て、うん、で楽しみながら歴史も感じられてっていう、うん、まあ、そんな体験ができました、はい、エリザベートが愛した時期が今もこうやってずっと受け継がれているんでね。はい、そうですね。だからあの中にも出てきましたけれども、ちょうど19世紀の頃というのは、うん、やはりこう東洋のオリエンタルな、ね、はい、柄とかそういうものも愛されましたし、で中でお話を聞いていると、やはり今までの話もそうでしたけれども、そのいかにフランツ・ヨーゼフがエリザベートを愛していたか、はい、あれだけのものを作らせて、いつもプレゼントを、ま、あも、あの作って、それで帰りを待っていたという、はいはい、そんなところも垣間見えましたね、はいはいはい、夫婦愛もまた見えてきたという、そういう歴史があるわけですね。はい、YouTube 学園から新しく本が生まれました。歴史と宗教がわかる世界の歩き方。私たちが世界各国を旅して取材をしたり、それからいろいろ楽しんだことがこの中に盛り込まれています、はい、本当にこの2年半コロナで海外に行けたのも行けなかったという人大勢いらっしゃいますよね。これからさあじゃあどこかに行こうか、あるいはまだ どこに行くかわからないという人にもこれ参考になりますよね。ぜこの本を一回読んでちょっと予習をして、はい、それで自分の旅を楽しんでください、はい、ポプラ新書絶賛発売中です。